A Modern Vállalkozások elnevezésű országos projekt keretén belül a Vállalkoz digitálisan rendezvény Békés Csabai állomásán számos előadást tekinthettek meg a vállalkozók. Többek között az állami támogatásokról és kedvező kamatú kölcsönökről, melyek informatikai fejlesztésekre fordíthatók. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködve az Informatika Társadalomért Egyesülettel, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel egy közel 2 milliárdos projekt keretében kialakított egy tanácsadó hálózatot, és kialakított egy olyan 127 rendezvényből álló sorozatot, ami már egy éve tart, és rövidesen márciusban befejeződik, amelynek során az a cél, hogy a KKV szektorunk digitális felzárkóztatását támogassa, a magyar digitális gazdaságot fejlessze. A rendezvényen emellett több cég is képviseltette magát, akik a program keretén belül kedvezményes szolgáltatásokat kínálnak az érdeklődő vállalkozásoknak. Fontos megemlíteni, hogy a regisztrált vállalkozások kérhetik a digitális átvilágítást. Már közel 2000 olyan vállalkozás van, akiket digitálisan is felkészült vállalkozóknak minősítettek. Olyan minősített beszállítók is jelentkeztek a programba, ez most már több mint 100, akik a piaci értéknél olcsóban, kedvező feltételekkel adják el azokat a termékeket, ami a digitális fejlesztésekhez szükséges. Ez azért nagyon fontos, mert a digitális fejlesztés szintje most még nem olyan magas, ez most versenyképességi kérdés, tehát mondhatnám úgy is, hogy a piacon versenyhátrányban vannak a vállalkozóink, ez országosan értendő. Ettől a fejlesztésre azt reméljük, hogy termelékenyebbek lesznek, több idejük marad a vállalkozóknak az egyéb feladatok ellátásához, tehát megkönnyíti a munkájukat, és ezáltal egy nagyobb gazdasági növekedést tud tartósan elérni Magyarország a gazdaság területén. Az eseményen a beszállítók termékismertetőket tartottak, illetve javaslatokat tettek, hogy milyen termékeket érdemes beszerezni. Ezt követően a vállalkozók tájékoztatást kaptak arról, hogy milyen támogatási forrásszerzési pályázati lehetőségeik állnak rendelkezésükre.